Arról szeretnék néhány szó szólni, hogy mit jelent nekem a gyerekkori szekszárd. Ugye olyan ember nem volt, hogy szekszárdi. Az vagy alsó utcai volt, vagy újvárosi, vagy főső utcai, vagy pedig belvárosi. És ez a három vagy négy városrész, ugye a belváros, a polgári világ, és a periférián, a újváros, főső utca, alsó utca, az a paraszti világ. És az érdekes az, hogy ez a négy városrész, bár a főső utca reformátusnak számított, valami fantasztikus egységbe fonódott. Voltak rivalizálódások, de egység volt. És mi volt ennek az egységnek az alapja? Mind a polgári, mind a paraszti kultúra érték őrző csoport volt. Szilárd értékrend volt, és ugyanaz az értékrend legfeljebb más formába adták tovább. Nyilván a paraszti nevelésben a föld és az állatok közelsége jelentett nagy támaszt, a polgári világban pedig a saját belső hagyománya. Mind a kettő hagyomány volt. És leginkább ezt köszönöm Szekszárdnak, hogy egy szilárd értékrendet kaptam, amihez egész életemben ragaszkodhattam, sose kellett eltérni, teljesen mindegy, hogy milyen ideológiát követtem. Édesapámnak a szavára emlékszem, amikor elkezdtünk a bátyámmal iskolába járni, azt mondja, gyerekek, a pedagógusok azt mondják az iskolába, amit mondaniuk kell a fizetésért, az igaz az amit mi mondunk. Tehát semmiféle kettős nevelésben nem részesültem, mi mindig ugyanazt mondtuk, akármilyen rendszer volt, Rákosi rendszer vagy más, maradt mindig ugyanaz az értékrend. És nekem nagy boldogság az, hogy ebben az értékrendben halálomig megmaradhattam. És nagy boldogság az, és ez Szekszárd számomra, hogy vannak gyökereim, és hazamehetek, és mindig szembesülhetek a gyökereimmel. Ugye létrehoztuk annak idején az alsó utcai találkozókat, egyszerűen szüleink fele szerettük volna kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm azt az értékrendet, valójában kultúrát, amit tőlük kaptunk, és amit az a rendszer, a diktatúra lenézett. Megboldogult anyám mindig azt mondta, most azok vannak fölül, azok a szamarak, amikor minden szamár bársomszédbe kerülhetett. Ezt köszönöm Szekszárdnak, sok minden más is el tudnék mondani, és szeretnék is elmondani, csak idő nincs rá. És a díjjal kapcsolatosan, amit köszönöm szépen, hogy megtisztelnek vele, annyit mondanék, ezt nem személyes díjnak tekintem, hanem annak a csapatnak, aki gyerekkorunkból összenőtünk, és együtt összetudtunk fogni azért, hogy először a mi szüleinknek megköszönhessük, amit kaptunk tőlük, és amit majd ugye továbbadhatunk mi is. Ez nekem a nagy ajándék. Én köszönöm minden alsó utcainak az összefogást, az összetartást, a bálokat, a kirándulásokat, és köszönöm a városnak, hogy észrevette ezt a szolgálatot, gyökérhez való ragaszkodást.